Kint a szőlőmben emlékszem reája, deszkafunyhong előtt állott öregapám diófája. Ha vihar támadt olykor, szőlőkötözéskor, dörgött az ég, csattant a villám, füstölt az úton a fölpaskolt por, bebújtam a kunyhóba, és onnan néztem, miként robognak a felhők fölöttem. Több mint 300 elszármazott tért vissza Mucsvára, ugyanis a Mucsváért Egyesület az önkormányzattal együttműködve első alkalommal szervezett találkozót számukra. A mai napon először szerveztük meg Mucsva életében az elszármazottak találkozóját, hazahívtunk sok-sok mucsvai elszármazottat, vendégül látjuk őket, ünnepi programunk kezdődött egy szentmisével, azután következett egy amatőr festő kiállítás megnyitója, régi képek kiállítása a kultúrházban, és a régi tablók kihelyezése a kultúrházban. És most egy órakor itt fog következni ennek az életfának az átadása, amit az alkalommal hoztunk létre, hogy a Mucsváról kitelepített németek helyére székelyeket és felvidékieket hoztak be. Az emlékmű a székelyek, felvidékiek és németek békés együttélését szimbolizálja. Ilyen még nem volt Mucsva életében, ezért gondoltunk egy bátrat és egy nagyot, és megvalósítottuk álmainkat. A Mucsváért Egyesület és az önkormányzat közösen és a mucsvai lakosok közös összefogásával tudtuk megvalósítani mind a szervezést, mind a segítségeket, mindennek az adományfának és az emlékműnek a pénzügyi részét adományból sikerült megvalósítani a mucsfaiak és az elszármazottak, és akinek kicsit is a szíve csücskében van Mucsva, az segített nekünk akár pénzzel, akár segítséggel, hogy meg tudjuk valósítani ezt a napot. Emlékfa, őt egy mucsfai volt elszármazott ajánlotta föl nekünk, ő készítette saját kezüleg, és ő ajánlotta föl nekünk, és mi ezt így kiállítottuk. 14 órakor kezdődik, ugye itt az időjárás közben húzta számításainkat, úgyhogy újra terveztünk. Annak érdekében, hogy minél több elszármazott értesüljön a rendezvényről, az Egyesület egy felhívást tett közzé. Mindenki kapott a postaládájában egy papírt, ahol mire leírtuk, hogy mi mit szeretnénk, a Facebookon hirdettünk, és mindenki, minden mucsvai lakos szólt a rokonainak, az osztálytársaknak, a tanáraiknak, a mindenkinek, aki itt fellelhető volt régen a faluba, így közös összefogással a lakosok hívták igazából össze. Annyit kértünk, hogy regisztráljanak az ebédre, hogy tudjuk, hogy mennyi fővel tudjunk számolni. Az Egyesületünk 2017-ben alakult, és azóta folytak benne a munkálatok, és most a tavalyi évben újult erővel elkezdtük megint a munkálatokat, és azóta nagyon sok programot szerveztünk, akár egyedül, akár közösen mindent az önkormányzattal, és próbáljuk fellendíteni a falu apraja nagyját, életét, és úgy látszik, sikerünk van. Ez egy régi sztori, mert egy jó pár éve már gondoltak a képviselők, hogy egy ilyet kellene rendezni, és ugye újra indult ez a civil szervezetünk, és egy kicsit föllángolt, és egész jó a hozzáállás az egész így az önkormányzaton keresztül, meg így a civil szervezeten keresztül, és akkor így egyszerűbb volt ezt így közösen megrendezni, és akkor így az idén megpróbáltuk így egyszer megrendezni, és elméletileg reméljük, hogy sikeres lesz. Fönn már egy program lezajlott, de azt hozzá kell tennem, hogy tegnapi nap folyamán itt nagyon nagy változások voltak, itt az időjárástól elkezdve minden, a sátrakat elvitte a szél, széttörte, újra kellett tervezni mindent, elég nehéz volt, de próbáljuk, hogy jó legyen. Összejöjjenek a régi ismerősök, testvérek, rokonok, barátok. Nekünk is jöttek Szlovákiából, minden onnan rokonok. De lehet látni, hogy nagyon sokan
tényleg visszajöttek és kíváncsiak a műsorra. Az eseményen Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Ünnepi beszédében Tamási Áron székely magyar író szavait idézte. Nagy öröm számomra, hogy ezen a kettős ünnepségen mai napon itt lehetek Mocsvár önökkel ünnepelni, emlékezni. Emlékezünk felvidékiekre, kitelepített németekre, bukovinai székelyekre, hiszen a történelem viharában különböző népeket, különböző korokban, különböző helyzetekben ide sodort erre a helyre a történelem vihara. Az, hogy az ember hogy születik, meg hova születik, az az égi mindenhatóságnak a döntése. Tamási Áron mondja az Ábel trilógiának a harmadik kötetében, Ábel Amerikában, hogy bizony valószínűleg azok a bankárok és gazdag emberek jól döntöttek, hogy nagy és tehetséges nemzetek népeiként születtek meg. De mi, akár székelyek, bukovinai székelyek, akár felvidékiek, akár németek, svábok, mi mikor, mondja Tamási, úgy döntött a mindenható, hogy szülessünk magyarnak. Ha ezt mérte ránk, a mindenható, hát vállaljuk ezt.